Wer ist sie? Közhelyet, így játssza szerepét. A hatodik a sovány, papucsos öreg úr. Az orrán szemüveg, övében erszény, ifjúkori nadrágja szép, ma is, de szörnyen lötyög fonnyat lábain. És az öblös férfi hang helyett a gyermek vékonyka sípja szól. Az utolsó, a mozgalmas darab zárószíne a második gyerekkor. Csak felejtés. Se fog, se szem, se íz, már semmi sincs. Na, akkor elhetünk végre.
Fennállod, remekem, hány nem akar. Fuss, Orlando! Menjünk vissza azonban! Ő szék! Ő tiszta! Ő leírhatatlan! Tegyetünkre a fákat azzal, hogy szerelmes verseket vés a kérgünkbe. Úgy van, Ibike, úgy van. A jó manipuláció az olyan, hogy semmi értelme sincs. Hozzon, mit remélünk. Boldog időt! Azért gyűltünk ma itt össze, hogy az ég most összekösse azt, mi összetartozik. Hat szív várja itt az áldást, hat kéz kulcsolja most egymást, s várja őt. Nyolc szív, nyolc tüdő. Ez ki? Fenség, ez az a tarka eszű úriember, akivel gyakran találkoztam az erdőben. Benyomakszom, én is kérem a helyi párosodók közé, hogy megesküdjem, meg aztán ugye megszegjem, mert a vágy előbb összeköt, aztán szétszakít. Na, tartsd magad rendesebben, Lidikém. Különös alak ez, fenség. Tud annyit, mint bárki, mégis bolond. A bolondságát fedezékű használja, hogy amögül lődözze a szellemességeit. Akkor tehát, amit a vágy egybeácsolt, szent érzés összekovácsolt, többé szét nem szedhetik.
8 szív várja itt az áldást. 8 kéz kulcsolja most egymást, s várja őt. Zengjen hát a vidám ének, s te, ki hallod, bátran kérjed, mi kezdődik? Miért véget? Aki vidám, az most nevessen, aki szerelmes, most szeressen, messze még a más világ. Kis figyelmet kérek. Frigyes herceg, halván, hogy mennyi világember választja az erdőt, komoly sereget gyűjtött, amelynek élen ő magát. Egyetlen célja az volt, hogy előzött bátyját itt elfogja és megölje. Az erdő szélén föl is vonult, ám ott találkozott egy agremetével, aki beszélt vele, és elterítette a szándékától, sőt, az egész világtól is. Így hát Frigyes herceg remetének állt. A bátyját előzött trónjára hagyta, és mindenkinek visszaadta elvett birtokait. Ez így igaz, magas viszont. Ez a pillanat legszebb vászajándék. Az egyik elvett földjeit, a másik kész hercegséget nyert szavaddal. A vidám csapat minden tagja. Együtt harcoltunk zordapokon, most közösen osztozunk abban, amit visszanyertünk. Gyerünk haza! Uram! Egy perc. Jól hallottam, hogy Frigyes herceg remetének állt, és az udvari tévnézést félre dobta? Így igaz. Megyek hozzá. Akik így megtértek, azoktól nagyon sokat lehet tanulni. Fenség! Fenségedre hagyom régi rangját, érdemelt. Önre szerelmét, amit hűségével szerzett. Önre boldogságot, amire okosságával szolgált rá. Te rád egy hosszú, szenvedélyes ágyat. Te rád pedig cívódást, mert a te hajód legfeljebb 2 hónapi tartalékot visz szerelemből. Most pedig megyek. Maradj rá, és gyere velük! Nem kell nekem ez a vidámság.
rendre, Lumin!